A 13. kerületi zöldág tagovodának még a színe is zöld, és különösen nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre. Az intézmény 2006-ban nyerte el először a Zöld Ovoda címet, és 2013-ban megkapta az Örökös Zöld Ovoda elnevezést is. Mi arra neveljük a gyermekeinket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, árammal, papírral, ismeretet szereznek a fenntarthatóságról. Már 3 éves korban megtanulják az óvodánkba bekerülő gyerekek azt, hogy vigyázniuk kell a kertünk kincseire is. Tudják azt, hogy nem téphetik le a növényeket, hogy vigyázzunk az élő lényekre a környezetünkben, nem ártunk az állatoknak, növényeknek. Itt láthatóak a gyerekek kiskertjei, minden csoportunknak van saját kiskertje. Itt ők maguk az óvónénikkel is sokat tevékenykednek, locsolnak, ápolják a növényeiket, gyomlálgatnak. Aztán leszüretelik, és a konyhán előkészítik, és elfogyasztják, amit itt termesztelek. Ez a legújabb fejlesztő eszközünk, amit szeretnék bemutatni. Örökös zöldavadaként mindig keressük az újabb lehetőségeket, hogy minél több ismeretet szerezzenek a gyerekek a természetről. Meg is mutatnám, hogy működik. Megszólaltatják a gyerekek a madárhangokat, és megkeressük a hozzátartozó kis madárképét. Azon túl, hogy Örökös Zöld Ovoda vagyunk, madárbarát óvoda is vagyunk, ezt a címet is elnyertük. Itt az óvodában a gyerekek a rövdében találkozhatnak a kismadárkáinkkal, hogy a felelős állattartást tapasztalhassák a gyerekek, hogy hogyan gondoskodunk ilyen kis élőlényekről. Az udvarra egy madárlest is telepítettek, hogy a gyermekek jobban megfigyelhessék a madarakat, és minden csoportnak van saját madár etetője is, hogy az óvodások gondoskodhassanak a természet madarairól. Hiszem azt, hogy már ebben az életkorban tehetünk a gyerekeinkért és rajtuk keresztül a földünk jövőjéért is. Hogyha egy kicsit érzékenyítjük őket ebben a témában, és nyitottá tesszük őket arra, hogy vigyázzanak a természet kincseire és értékeire, akkor én úgy gondolom, hogy elég sokat tettünk a jövőnkért.